És miért szeretsz ebbe az iskolába járni? Kezdjük ott, szeretsz ebbe az iskolába járni? Igen. A Paksi Vezérédi Általános Iskola egy 125 éves múltra visszatekintő, nagy hagyományokkal rendelkező általános iskola, amely ugyanakkor mindenben megfelel a mai korszerű követelményeknek. Ebben a tanévben is három képzési irányra várjuk is elsőseinket, egyrészt a német nemzetiségi képzési irányra, másrészt angol nyelvoktatásra, illetve harmadrészt a vizuális kultúra képzési irányra. Az első képzési irányon azokat a gyerekeket várjuk, akik már első évfolyamtól szeretnének nyelvet tanulni, német nyelvet, szeretnék a német nemzetiségi hagyományokat továbbvinni. Az angol képzési irányon elsőtől kezdik szintén az angol nyelvtanulást, alacsony óraszámmal, heti 2 órában. A vizuális kultúra képzési irányon pedig a szívesen rajzoló, ügyeskedő gyerekeket várjuk. Valamennyi tanulók számára biztosítjuk 1-től 6. évfolyamig a judó oktatást, számos tanulónk az ASE versenyzője. Iskolánkban általános tantervű oktatás folyik, igyekszünk az átlagtól eltérő képességű gyermekekkel kiemelten foglalkozni, a kiemelkedő képességűekkel pedig tehetséggondozást végzünk, versenyekre készítjük fel őket. Kiváló akkreditált tehetségpontként működünk évek óta, ennek a címnek az elnyerésének nagyon komoly feltételei vannak, mint ahogy megtartásának is. Évente végzünk tehetségbeazonosításokat, amelyeken felkutatjuk a tehetségeket. Nagyon fontos a programunk szempontjából, hogy a napközis foglalkozásokat biztosítjuk valamennyi évfolyamon. Itt a tananyagot rögzítjük, elmélyítjük, ezzel is igyekszünk levenni a szülők válláról a terhet. Manapság rendkívül fontos mindenki számára a biztos, megalapozott nyelvtudás. Már kezdetektől biztosítjuk tanulóink számára a nyelvtanulás lehetőségét, első évfolyamtól angolból és németből heti 2 órában, illetve a német nemzetiségi tagozaton heti 5 órában. Pedagógusként és szülőként is fontosnak tartom, hogy legyen átmenet az óvoda és az iskola között. Ezért iskolánkban kiemelt hangsúlyt fordítunk arra, hogy az óvodából hozzánk érkező gyermekeket játékosan vonjuk be a betűk és számok világába. Sok mondókával, mesével, tantermi és szabadtéri játékokkal próbáljuk színesíteni iskolai életüket. Két óvodáskorú gyermek édesanyja vagyok, én is szintén, mint a kolléganő, átélem most szülőként is az iskola kezdéssel kapcsolatos izgalmakat, aggodalmakat. Gyermekeimben is azt látom, hogy mennyire otthonosan mozognak a digitális világban, és itt az iskolában is azt tapasztaljuk, hogy rendkívül rutinosan és természetesen használják ezeket a digitális eszközöket. Kezdetben arra ügyelünk, hogy a nyelvek játékosan tanítsuk meg a gyerekekkel, a dallamára, a ritmusára ügyelünk. Mindezt nagyon fontos, hogy kiscsoportos oktatás keretében végezzük, csak úgy, mint később a felső tagozaton a matematika és a magyar nyelv és irodalom oktatását. Kiemelkedően fontos a digitális oktatás napjainkban, nem csak a digitális oktatás, hanem a digitális kompetenciáknak a megerősítése, ezt már a kezdetekben megkezdjük. Első évfolyamtól kezdve szoktatjuk tanulóinkat a digitális eszközökhöz, amelyeket otthon már természetesen készségszinten alkalmaznak, viszont játékra. Mi megtanítjuk őket a célszerű használatukra. Mindehhez rendelkezünk nagyszerű gépparkkal, illetve kollégáink is felkészültek arra, hogy erre oktassák tanulóinkat. Nagy hangsúlyt helyezünk a tanórán kívüli ismeretszerzésre, évek óta ökoiskolaként működünk. Itt szeretnénk tudatosítani a gyermekekben, hogy milyen fontos a környezetvédelme, megtanítjuk őket a környezettudatos életmód szabályaira. Mind a 3 gyerekem itt a Betelédiben végzette 8 osztályt, úgyhogy mi már tudjuk az eredményeket is. Ők is ugyanazzal a hagyományos szótagoló módszerrel tanultak meg olvasni, ahogy a mostani elsősöket is tanítjuk, és azt gondolom, hogy ez az értő olvasásnak az alapja továbbra is. Természetesen ezt sok játékkal, mozgásos feladatokkal és differenciálással fogjuk megoldani, mint ahogy ezt most már évek óta így tesszük. Nagyon fontos, és azt gondolom, hogy külön figyelmet fordítunk arra, hogy a fejlesztés mellett és a felzárkóztatás mellett azokat a gyerekeket, akik gyorsabban haladnak, tehetségesebbek, azokat pedig érdekes, motiváló feladatokkal lássuk el folyamatosan. Minden osztálynak saját napközis csoportja van, és ezek a napközis csoportok teljes létszámmal működnek.
Mindezeken kívül helyet adunk a judó tábornak is, ugyanis sokszor szorosan együttműködünk a judó szakosztállyal is. A beiratkozással kapcsolatos valamennyi tudnivalót megtalálnak honlapunkon, illetve bátran hívjanak bennünket a honlapon megadott telefonszámokon. Ha össze szeretném foglalni, miért jöjjön a gyermek a Bezerédi iskolába, azt mondanám, a színvonalas oktatásért, a közösségi programokért és a jó hangulatért. Szeretettel várjuk gyermekeinket első osztályainkba. Szeretek ide járni, mert amikor bejövök, akkor mindig ilyen jó érzést tölt el, hogy tartozok valahova. Wow.